Na ezt nézzük, figyelj! Sziasztok! Ez itt a Telex After, én Sajó én vagyok. majd adásom vendége egy... Mi ez a haja Sajónak? Olyan előadó, akit egyébként nagyon régóta kértek kommentekben. Szerintem évek óta kértek, hogy hívjam el, és uh, eljött a pillanat, hogy itt van velem Colgate, vagyis Csákó Norbert. Szia Norbi! Csáó papikám! Te azok közé tartozol, akiknek nagyon sokáig ilyen ilyen, hanem is titkos, de ilyen enigmatikus volt a, a jelenléte, ugye a maszkhordás, a kevés infó róla, stb. Az, hogy én elkezdtem maszkba csinálni, az amúgy nem is úgy kezdődött el. Tudod, én csak egy imisből fölvettem a Trap Life-nál, meg ilyenek, akkor még kim volt az arcom addig, ameddig ő nem robbant be a 2021, és még az egyik Spotify playlistre rá volt érve, így nagy arcom, miközben már úgy voltunk vele, hogy már el kéne takarni, mm -hmm. meg voltak ilyen melléktevékenységek, és amúgy a zene mellett, amik miatt nem nagyon akartam volna, ugye mm -hmm. ez az egészhez úgy hozzáadni az arcomat. Most már mindenki látta az arcát, és amint levette a maszkot, érdekes módon két hét múlva ö, már arcon is vágták. Sőt, hát amiután után kikerült az interjú, szinte egyből arcon vágták. Itt a Colgate, itt még ez az első sztoria, itt még nincs megverve, itt a flexelés indul elég menő arc. Az eneba.com egy játékokkal foglalkozó piactér, és több mint 20 ezer termékkel rendelkeznek, hogy a játékosok igényeit teljesíteni tudják. Az eneba.com a piacon a legjobb ajánlatot hozza el bármely játék esetében. Legyen az új vagy régi. Úristen! Tökéletes Trustpilot értékelés! Tehát a játékélményed és a vásárlás is akadálymentes ez is megbízhatóak. A napnak bármelyik pontján 024-es élő chat supportot kínálnak neked, hogyha valami nem működik, akkor kapni fogsz egy Újat ebben biztos lehet, tehát nem kell aggódnod, hogyha esetleg valami nem jó, akkor ők segíteni fognak neked. Hé, hey, nem jó a kulcsom, már is segítenek! Prr, prr. Haló, nem jó a kulcsom. Ó, itt egy új neked. Az eneba.com-on nagyon könnyen tudtok vásárolni, gyorsan és olcsón, szóval ajánlom nektek, a leírásban található linkeken eléritek az oldalt. Köszi szépen. És Gyerekek, itt... érted? Itt van a szemem, érted? Mennyire van bedogadva, semennyire. Ennyire mellé ezek a gangsterek. Gangsterek voltok köcsém! Nem mondod, beütnek hármat az emberek, a elfutnak. Be. Ti büdös kutyák, te! Gangsterek vagytok, köcsém! 6 v 2 az anyátokat! Hallod, Gengsterek, nem, nem jöttök vissza, vissza a tóldiba. Hallod, nézd már meg a szememet, öcsém! És én még is vállalom a csélió, azt tegye már ki a szemét! Egy embert hátra hagytok, ember, a szétrűk a fejét a gyereknek! Hogy működik ez, öcsém? Kamu gangsterek, Hogy működik ez? Miért nem jöttök akkor? Ha? Ide jöttek vissza! kettő 6 látod... az ezt mondja az egy melltartó a nyakába csokinak? Nem tudom. Szám kettőt belével a gyerekbe, azt elfut. Hogy működik ez ember? Nullából, én érted, jól érzem magam. Így így Cheliosz, lefeksz a földre, azt mondja, miért nem védem meg a barátomat? Nézd már meg a szemedet, bátya, mekkora tudtam ott be a köcsök fejedbe, te büdös kutya, te! Bele belerúgott a Cheliosz a fejébe, amúgy figyelj! Így nézett ki másnap. Nem tudom, én, én nem látom rajta amúgy. Nem tudom. Le, Lehet, hogy tényleg fejbe lett rúgott, csak nem látszik. Elfutnak, miután ütnek? Hát legyetek már f meg, hogy 6 6 megverjük a k***kat? Gyerekek! Hát ez hogy működik, ember? Érted? Ennyit adtok nekem? Érted? Ennyit érek? Ez a sok ugatás, meg minden miatt itt vagy a rendőrség is. Ennyit érek csak. Mi ment a beef? Hát az a megy a beef, hogy ki a real gangster. Én azt is el tudom képzelni, hogy csak egymással verekedtek össze. Nekem ez volt a teóriám, hogy csak a csokival túlságosan bekokóztak, aztán le kellett terpézni, mert hát egymást ütötték meg, egymásra meg nem bífáltak. De valószínűleg nem így volt, mert utána volt videó a verekedésről még plusz egy, Ö, azt hiszem nem töltöttem le, még azt látom, nem is mutatom meg, mert alig látszik rajta valami. Egyetlen egy bal monoklit! Ha legyen már egy kis kedved besegged be, ott van mögött egy nagy boxoló meg ilyenek ember! Ha hogy működik ez? Komolyan mondom te! A rákos a dög... Kis Damn, bro. Kőkemény. Halljátok, srácok, a büdös kis k***eket literálisan kék kabátba száz ember előtt szétpüfölte, miután plekniből le akart ülni, azt utána le akarja tagadni. Gyerekek, kicsit kelljünk már fel amúgy az életből, vágod? Kicsit legyetek már élett emberek, b... Folyatékos f... akik írogattak nekem, Akik aki szátokba beleteszem literálisan a f***. Literálisan bele fogja tenni a f... Hát a Hogyha elhiszitek kajok, azt, hogy ez nem az, nem az a kis f***pó hülye gyerek volt, és nem basztuk szik a krújukat, akkor aki kis szátokba itt nézzétek azt ott, így belenyomom Emlékszem arra, amikor Colgate ugatott nekem, hogy ők úgy élnek, ahogy én soha nem fogok meg, hogy izé habzsolják az életet két pofára. Hát nem tudom, hogy rvmb csak csoki fekszik lenne a padlón. Én nem tudom, lehet, hogy nem ez az az élet, amit szeretnék habzsolni, de elég heterogangster hozzáállás, igen, belerakja a f tehát mindenki szájába. Kis szátokba, jó? Ezen felül meg bárki hisz bármit. Meg a k*** Nekem mondhatok bármit, a fiaim vagytok. A fiaim vagytok. Literálisan a k***mmá tettelek titeket. 6v2-be a k*** anyátokat. Szóval nekem nem ugat sem, ültök se. Jó van? Fiaim, lehet tűnni fegyverekkel. Ennyi? Ne hogy mi nem leszünk azokkal. Aha, lehet tűnni fegyverekkel. És ő, amúgy igazából most nézzetek rám, lehet azt mondani, hogy a gyereket izé megütötték, meg hogy sérült a gyereknek az arca. De az a helyzet, srácok, hogy amúgy 6 2 elvertük azokat a f... is dévéres k***ákat. A fiaim az összes. Bárkit mondtok, bármelyiket, az összes a fiam megvertük őket. Mindet. És ezt nem tudjátok letagadni. Hat embert megvertek ketten. De amúgy vágod azért szerintem, hogyha hatan rámennek kettő emberre, akkor nem csak egy monokli lesz alatt, de még nem az lesz, hogy utána insta a pofázol, hogy izé Új, így megvertük titeket, meg úgy megvertük titeket, azt ott a monokli a szeme alatt. Hol van a bizonyíték? Azt mondta, hogy száz ember előtt történt ez. Hol vannak a videók, amin a verekedés van? Hogy száz ember előtt meglettek verve. Hol van a videó? gyerekek, mert ezeket még a kamera is felvette. Hol? Hát, Csítoz gyereket úgy megvertük, az ott maradt tesó, azt úgy hátra hagyták, elfutott az a dagat geci, <laughs> elfutott a dagat geci, <laughs> hájas f... pohízna föl. Hát, ha... <laughs> Úristen! Ha de a dagat, akkor hogy tudod gyorsabban futni? Még 5-10 kilót a haverjaik úgy hagyták. Ez nektek a testvériség. Ez nektek a nagy erő, meg az ilyenek. Azt hát, szétvertük, szonos vertük az egész csapatotokat, gyerekeket. Hát, hogy működik ez? Ö, közben itt az Inkónak a sztoria. Kolgaitot uh, telébe a nyílt utcán, aztán egyből azt gondoljátok, hogy én voltam, én megmondtam, hogy sportszerű keretek között szeretném lerendezni, mert volt egy videója, amin ugye az Inko az kihívta a Kolgaitot bunyózni, boxolni, és hát erre nem tudom, hogy jött-e reakció, ezért megkérdeztem tegnap ugye Inkótól, és Inkó azt mondta, hogy Colgate írt neki privátban, ő nem fog boxolni, hanem majd az utcán találkoznak. De erről screenshotot nem kaptam, meg azt mondta, hogy nem is nyilvános, nem is tette nyilvánosra sehol ezt, szóval nem tudom, hogy kamu vagy sem. Literálisan az utcán fognak találkozni, igen. Hey, és szerintetek az ott a ch Chilios, Az úgy kell mondani a nevét egyáltalán? Üh, és nem tudom, hogy most ez, ez itt az ő... Nem vágom, hogy ez most ő -e, vagy nem ő. Chilios. Chilios. I don't Ánno. De most szerintetek akkor ez kajakő? De hát én ennél a videót nem láttam, ez kicsit, kicsit furcsa, nem? Hogy az ilyen nagy gangsterek így verekednek, aztán igazából meg sehol semmi. Itt ezt a Colgate raktak ki, azt hiszem. Üh, itt írta az inkó, hogy látszik a fején, hogy ocs 6v2 volt, meg hogy ott se voltam. És ezt azt írta a kolgait, hogy jó van, leállok, most már tudjátok, az egész box csapat a fiunk, majd beletörődtök öcskök. Ö, na, most megyek plan B-ért, mert durva voltam, nem csak a toldinál. Kis mint hazudsz, mint egy rossz ribanc. Hát nem tudom. Ez nekem kicsit olyan, mint hogyha cica harc lenne, és ilyen 12 évesek bífelnének, főleg a Colgate ö, részéről. Olyan, mint 12 éves gyerekek először ittak volna alkoholt, és az utcán kiabálnának részegen. Kis storyline, állok a padon, témázok told előtt, hirtelen durran a plekni jön, Magyarország első számú boxoló repperje, hozzáteszem a fannyaik, azt gondolják róluk, hogy cingár kisgyerekek mit cink lehet. Kányolc erre mit csinál? Eszi az összes ütést jó ízűen. Miért van az, hogy én végig talpon? Vagánykodsz, hogy 6 v 2 be elvertettek őket, aztán kis nátszál gyerekek verték a fejed, miközben a padon sírtál, hogy hagyjál. Ezek meg földhöz lettek baszva, hol elkezdtem gépelni az elfutott, hol a sarokba kötött ki négykéz láb. Ezen a ponton túl legyen valami jó szöveg vagy színjáték, mert innen netszó rikeverelni. De te hogy kerültél bele ebbe egyáltalán, mert hogy... Te már viszonylag régen ott sertepertéltél ennek a szintérnek az elején. Hát már én... literálisan kb. Hú, nem is tudom nekem megmondani, hogy hányadik OTL legelején lettem amúgy benne így a dolgokban. A kvardába. Azt Aha. tudom név szerint, a OTL kvardába volt. Hú, be voltam dobva amúgy ott, de nem durva voltam amúgy, mert ott, ott, az a vicces, hogy... Ott... Na, <laughs> ez, ez, a legfontosabb részlet volt, hogy be volt ekizve, amikor fellépett először az OTL-en a Molgengel. Én meg ott nem is reppeltem, én ott még producerkedtem meg ilyenek, hogy itt nem is volt nagyon benne így a dologban, meg az se, hogy ugye úgy zenélünk majd, ahogy most, hogy ez itt nagyon kezdetleges volt minden azt. Nem tudom, hogy, a, utána volt meg minden, utána volt egy kis para amúgy, azt hiszem pont azon a nyáron, mert akkor már elég erősen drogoztunk, ezt hozzáteszem, itt voltam azt hiszem 17 éves. Számoljuk azt, hogy hányszor volt szó drogokról. Szerintem kéne egy counter, várjátok. itt már azért három évet lehúztam a Dontin, Szanags, Spuri, Eki, bla 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 bla. Ö, és ö, ja, ott azon a nyáron besokaltam azt, az elvitt a mentő. A... Látod, ott kellett volna nem? Nem tudom, én hallottam már ilyen sztorikat, hogy ö, elvitt a mentő, láttam Istent, majdnem meghaltam, és megtértem, és azóta nem drogoztam, nem öltem embert, nem bűnöztem, és megtértem. Ilyen sztorikat hallottam. Mennyivel jobb, hogy ilyet hallgatni, nem? azt ja, Aha. ott, hogy majdnem meghaltam, habzott a szám, meg minden állítólag én nem emlékszek semmire. És ott volt egy változás bennem, hogy vegyük komolyan a zenét. Aha. Nem, nem volt másom amúgy Aha. igazából. És akkor már utána előtte elkezdtem reppelni, tudod, rávettek spanok, hogy ja, mi, miért mi, csak prodolgozz, gyere, reppelj valamit, azt uh -huh. Szóval azért veszik most már komolyan a zenélést, mert majdnem meghalt. De amúgy ez a, ez a napszemüveges dolog, ez getigás szerintem. Ha azért a sajóhoz elmegy valaki interjúra, az, azért, az 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 egy jó interjú lesz általában. Én azt mondom, hogy a sajó, hogyha csinál egy interjút, én azt bármikor meg tudom nézni, tök mindegy, hogy kivel csinálta. A Bilex-es interjú is jó volt, a Grasás interjút is megnéztem nekem, az is tetszett, a Gyurissal is, a Pogánnyal is volt már több, megnéztem mindet. <coughs> És ki jó. És meg a Colgate idejön, és el fogja kurni az egészet, van egy olyan érzésem. Vagy ez az egész 6000 dolog amúgy vágod, ez, ez úgy készült, hogy volt a, a szalával egy fítem. Mm, amely, Aha. Amik az volt a címe, hogy 6000. 47, 31, látok, megéri ezt tolni, vannak ingyen lányok, sok ember van körülöttem. Mert... Így kezdődött a Colgate, srácok. Ketté nem lát. Igen, 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 ez egy régi számviszonylag. Szóval. Jaj, 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 hát, hú, cigány, ez egy 20-20, az Aha. is szerintem amúgy. Azt mondja, hú, cigány. <laughs> Mikbe van amúgy tényleg? Úgy mond, ezt az egész irányító számozást, ezt így, így, nagyjából, hogy mi kezdtük el, mink, meg a, a, a volt még a buko és azért ott a hat, fél, ugye a bajoljak voltak, meg Aha. ilyenek, azt jaj, agyaz, ezek, ezek teljes mértékben innen jönnek ezek a megnevezések, de hát ugye meg... A... Irányító ők kezdték el, biztosan nem csinálta még senki amúgy külföldön. de függetlenül még mindig ugyanúgy, mi, mink vagyunk, mert 6000 ezerért, kecskemétiek. Figyelj, mi lenne, ha arról tudom egy picit, hogy, hogy, még bőven az előtt, hogy hip -re. Mert hogy én, kutok, én az interneten, nézelődtem, lekerestem valami vagy Csákon Norbert, hmm. és azért találtam olyan dolgokat, hogy édesanyád tanár? Jeje. Hegedű tanár, És még hozzá nagyon kiemelkedő hegedű tanár. És találtam a kis Csákon Norbikáról ijászkodós fotókat is az ja, interneten. De, de tudtam, hogy amúgy ezt megtaláltam. Én ezt tudtam. Aha, a, meg, meg, meg azt, hogy Bro, Ledokszolták az öreget. Te is kecske, hogy bocs. Igen, hogy így, hogy UFC be Amit te mutatsz magadról a zenétben, meg ahogy beszélsz, az kicsit szemben áll azzal, amit, amit én itt álltanul a gyerekkor. Nekem úgy tűnik, hogy az egy tanárgyereknek lenni, az mindig egy ilyen. Igen. Nem az a sors de az egy, az, egy, az, státusz, az vagy nagyon jó, vagy nagyon rossz tud lenni. Neked inkább rossz volt. Nem feltétlen vágod, mert nem abba egy iskolába jártam anyukámmal, természetesen én jártam, uh -huh. és amúgy ennek nagyon, ezt máig is hálás vagyok ezért, hogy anyukám pusholt ezt, meg tíz évet hegedültem amúgy. és a... itt is be van lőve amúgy, de amúgy nem tudom, hogy ő be van a lőve mindig, vagy, vagy csak, vagy, csak, ilyen lett. Mert amikor nekem írt, akkor, ugye, akkor is be volt, akkor be volt, mert azt írta nekem is, hogy be van. Hangüzizet. Ha, hangüzizet. Olyanokat mondod, hogy a k... meg... azt, lehet, hogy pont nem mondta, hogy a k... anyáma, de de olyan hasonlót mondott. Szapó vagyok, meg hogy nem érdeklem, mert amúgy is be van kokozva, és ja, csövi, ezt mondta. Hogy igazából tesó háromszor eljátszottam a színészben, ugye a KDT albumban, az intróban, mert abban anyukám hegedül fánfekt. Ez ilyen játszma, hogy mennyi ember változó De amúgy nekem, én szerintem a Colgate az nincsen olyanba a sajóval, hogy tesózzon meg izé van neki, hogy jaj, cigány, meg ilyenek nem, vagy majd, hogy tudom, hogy a sajó az mindenki ez nagyon úgy áll, hogy azért egy szakmában vannak, meg tiszteli őket, meg megadja a tiszteletet, de e, e, hát én nem tudom, hogy a szakmán belüli emberek is azért megadhatnak neki a tiszteletet, mert én a sajónak biztosan megadnám a tiszteletet hogyha engem elhívna, ne isten, hogyha egyszer mondjuk nagy zenész lennék, hogy a tudja, érdekes a csak mert zenéltem a Nap végén sose a pénzt leszem Olyat csináltam, ami értékes szárnya Leszének, leszének rólunk, hogy gangsterfresekben vagyunk Inkább bevétel árad, vicces Ez amúgy jó, hogy a sajó ö, beszél ezekről a zenékről, és meg is mutatja őket. Ott volt anyukám, tudod, az volt inkább a baj a anyunak, nem is az, hogy Nekem ott van az anyukám tan tan tanár, hanem az, hogy én ott vagyok diák, azt én rossz gyerek vagyok, azt izé, Járkálok az igazgatóhoz folyton, azt ő ez ugye a tanári, tanári ö ö tanáriban az ilyennek híremet mindig. Igen, de hogy azért a, a, a mennyi idős, most 22? Igen. Az azt jelenti, hogy tínédzserként már volt. De én fiatalabb nálam tudtam, hogy fiatalabb nálam, de csak is fiatalabb nálam amúgy. Szóval akkor jöttem rá, amikor úgy ugattak nekem, hogy izé, én biztos 30 éves vagyok, és én meg így gondolkodtam, hogy baszak, amúgy, én azt hittem, hogy ezek a tagok idősebbek nálam. És nem. Pushing 30, sem Pushing 30. Én is olyan diák voltam, én is anyukám is tanár, hogy szégyen szemre a, rosszul tanultam, és milyen um, necces volt persze, nem, de azért az, hogyha mondjuk a, a, a rossz csont fiam utána elkezd karriert csinálni abból. A rossz csont fiam, véletlenül úgy értettem, egy koksos fiam. hogy koxos hogy, fiam. hogyan fenye, fenyegetőzik, beszél drogokról, mutogat fegyvereket, és rappel erről, és, és pénzszámol, stb. Az hát. már egy más egy kicsit tudod, hogy hát, rossz van. csont a gyerek, szóval. Hát de e, ennyire büszkén mosolyogni, amikor ezekről a dolgokról van szó. Szóval azért ez kicsit durva szerintem, nem ijesztő. Bro, scary, kajak? Mi a f***? Nekem inkább ez, ez a kérdés, mert egy ez a kapcsolatban, hogy, hogy te egy ilyen tök stabil családi háttérből jössz. Ja, ja, ja. És én áldom is a jó Istent, hogy amúgy ilyen helyre születtem bele, mert valakinek például ez nem adatik meg. Aha. És én ezt sokat látom, és körül vagyok ilyenekkel is véve, akiknek pl. rossz a családi hátterük, és mégis ugyanolyan életutat választottak, amit én. De szerintem amúgy ez összefügg azzal is, hogy mivel annyira jó a családi hátterem, és, és, és én egyszerűen, nem tudom, egyszerűen benne van ez a csibészfér, tudod, hogy én mindig mást akartam csinálni, mint amit mondanak nekem, és ez, ezáltal kerültem folyton oda, hogy, hogy bajba. Azt k... És ilyen embereket emel ki a társadalom, az meg magából. <laughs> Sokszor voltak ilyen gondolataim, hogy a világ megérett a pusztulásra. Mostanában megint nagyon durván amúgy azt érzem. Az internet nagyon durván szétbaszt a társadalmat szerintem, mert valamennyire összeköti az embereket, valamennyire meg elviszi egymástól az embereket. Meg hát, megváltoznak az emberek, ilyenek lesznek az emberek! Ő, ő, nem tudom, vagy őt inkább az utca nevelte, azt mondod? Szerintetek? Mert szerintem ő inkább az interneten látta ezeket a dolgokat, és látta, hogy most akkor big drogozás kell, és az menő. Aztán így út nagyon csibész. Röviden elmondja a colgate és briefet valaki, mi történt. Bevertek neki egyet az utcán, ő szerintük Inko volt az Inkoi, meg letagadták Inko, azt mondta, hogy ő boxolni Na vele, ez még régen volt, akkor elméletileg Colgate elutasította őt, most meg az utcán találkoztak, de Inko szerint nem. Tehát Inko tagadja Colgate, meg azt mondja, hogy Inko volt, és Chelios, akik másik drilles arcok, akik mind a, mind a ketten uh, drogdealerek, az Inko kevésbé tűnik habinak, de nem tudok pártot fogni igazából. Arra de... nem gondolsz, hogy anyukádnak azért magyarázkodnia kell az iskolába, amikor így valamelyik kollégája mutatja, hogy te, te fiad mutogatja az ekiket a bakbak pakba a klipbe? Fogják, hogy mi az amúgy vágod. Tényleg? Nem fogják fogni. Meg ezt úgy látják amúgy, hogy a fia zenél. Aha. És a fia zenél, ergo csak ért valamit az énekzené, nem? Meg ilyenek amúgy. Eget, ez egyébként, ez, egy kett, ez egy kett, tök pont, csak azt mondom, hogy... E hát, azért ez, 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 ez elég magas, magas labda szerintem, hogy értünk hozzá. Ezt még, azért felmele bennem az, hogy, hogy... kicsit necces, igen. Kicsit cinkes, de amúgy anyu jól kezeli amúgy ezeket, de amúgy, én személy szerint még ilyen nem, amúgy nem találkoztam, hogy ezt kivenni az idősebbi korosztály, ugye, akik tanár, tanárok mm. most ott, lehet, hogy a fiatalabbak azért kiveszik, sőt, biztos, biztos, vagyok benne. benne. Igen. egy, egy dalból? Nyugodtan. Amúgy ezt én se értem, Ati. Miért van napszemüvegben, hogyha kinéz, kinéz a napszemüvegből? Ezek túlzások, valódi élmények, hogy ezek Tessék hogy működnek? Mi, igazából az? ez úgy működött, hogy mint amit elmondtam, mindig a rosszba akartam bent lenni. Hát attól függetlenül, hogy én jó családi háttérből jövök, ö, végig, a, amikor elmentem 15 éves, én 14 éves korom, még ugye ott voltam az ézibe, ott még jó gyerek voltam, tudod, meg amúgy nem is beszéltem senkivel, mert nem tudom, utálom az embereket, de ö, azon felül meg elmentem beszanaszoktam, mm -hmm. frontinoztam, elkezdtem füvezni, és 7-24 az utcán voltam, tesó. 7-24. És akkor onnantól kezdve kezdődött, hogy télen is kim voltunk, bogyóztunk, mindenhez eztünk és, 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 amikor eső volt, akkor is csak beálltunk egy spotra, stekertük a cigiket, meg minden, a rendőrök elől bujkáltunk, meg ilyenek, azt igazából, ö, érted, ezt nem is tudom, hogy többet hozzá kéne ezt fűzni. Kecskölyten laksz még? Igen. Ö, csak azért kérdezem, mert azért, told, a, a, a 50 cent komplexuma van. A te dalaiból elhangzó dolgok, azok mind, azért olyanok, hogy benne mindig felmerül az, amikor így látom a, a, a mostani magyar hip-hop új hullámot, ah. ahol te is tartozol, hogy azt közé ezek a srácok azért sokkal bátrabbak, mint uh, a magyar könnyűzene volt 10-20 uh, És hogy azért, rássú, az, az is benne van, hogy azért egy kecskemét, ami egy nagyváros van, de mégsem egy Budapest. Hm. Ott azért idő után mindenki ismer mindenkit, és azért a te életviteleddel és kommunikációs és de azért nehezebb lehet elbújni kecskeméten, mint mondjuk Budapesten. Er Most már igen, de erre volt jó a maszk. Tényleg? Aha, senki nem ismert. És mégis itt meg tudom csinálni azt, amit másnak nem is sikerült. Szerintem az én cloudommal, meg ami 20-21 alatti felrobbantam, azt egy top 2 voltam, azt hiszem a top 50-ben Spotify-on, a 20 21 hm. azt mentem érted pacsizgatni. Hát az eléggé jó volt az, hogy kölyök nem vágták az arcomat, mert az elején még mazgó. Pacsizgatni. ...is voltam amúgy, meg Aha, ilyenek, meg hogy ugye. a, meg, a, meg kiasználtam a sötétet, meg ilyeneket, szóval azért nem, nem tudom, elfeltaláltam. Hát igen, amint levette a maszkot, csattant a sajtos tejfölös lángos, de ja, azért végül is megérte, megérte, de legalább tudott menni pacsizni, amíg volt rajta a maszk. Most már nem, nem, nem fog tudni pacsizni. Jól érzem azt, hogy egy picit azért is vetted le a maszkot, mert szeretnék kicsit kielvezni a sikert? Hmm. Hmm. Pont, Béztus, az, pont, hogy... ezt, pont ezt mondtad most te is, hogy... És hogyha megjön az az izé, hogy ja, te vagy a kolgét, akkor már föl van szopva a faszom többé. Ah. Azt jelent. Válasz, hogy melyik maszkos előtt? Hogy, hogy tulajdonképpen hogy fölismernek az emberek már, hogy tényleg amúgy, amúgy voltak olyan pillanatok, amikor egy kicsit, kicsit rossz volt az, hogy volt maszk. Tudod, hogy nem, egyszerűen, egyszerűen meg az is, hogy az embereknek kijön az igazi énjük, hogy mindenki, amúgy szart mindenkit. És hogyha megjön ez az, az izé, hogy ja, te vagy a kolgét, azt szóval akkor már föl van szopva a faszom tövig. Nem is értem. Válasz, hogy melyik maszkos előadott kedvel jobban, Inko vagy Tia? Hát amúgy egyiket se. Aha, aha. is <laughs> egy válasz. Ja. Ne legyen az, hogy kiderül az arcom, mert akkor mi a faszért építettem föl ezt az imidzset, hogy na az legyen majd tudod egy random videóból izja. Ja, ja, Hogy hogy néz már ki az jócink. Azt ja, hogy, hogy, ezért, ezért volt az amúgy igazából, hogy én, én, én le akartam venni, ez az egyik oka, a másik oka még az, hogy zeneileg is elkezdtem így szerintem kinyílni, amit még ti nem hallottatok, de fogja mindenki hallani időben. Az új lemezen amúgy, az újabb számaid azok... Hallottuk, és kibontakozott tényleg zeneileg. Amúgy a flow szerintem nem rossz, a beat lenne rossz, még akár jó is lehetne, hogyha nem így lenne előadva ilyen hangon, meg hogyha nem a kolgét csinálná, meg hogyha mondjuk a szöveg is jó lenne, de ez a hang, ez kibaszott szar. Csodás az ne hát figyelj, csodás dolgokról szól, csodás emberek vannak benne. Itt mondta, itt nekem üzent a zenékben, hogy Nyugi Bro 18 éves. Mondta, hogy a, a, zenék, a zenékkel adják ki ezeket a dolgokat. Vagy valami ilyesmit írt, nem tudom már, hogy mondta. Hogy majd a zenékből meg tudom, vagy, vagy, vagy rájövök, vagy majd egyszer én is felnövök, vagy valami ilyesmit mondott, hogy majd egyszer rájössz. Jo. Ja. Ma van a születésnapja, Citexnek? Hát boldog születésnapot, Citex. folytatok, <tiple> Zestiás! A drill, a drillesebb. Csak elkezdtem használni a hangomat, szerintem. Aha, igen, 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 Na várni van, mert most is a hangomat használom. A, az auto inkább használta ott a hangodat, szerintem. Annyira monotonnak éreztem egy idő után már azt a flótam, úgyhogy meg szerintem nem csak én amúgy. É, e, bevallom én is. Érted? És akkor, és, és ja, és, és a, a, az a tudás, az a zenei tudás, amit én az évek alatt kiépítettem, az nem mehet ennyibe, amúgy. Hm. Azt, ezért kellett egy egész, úgymond új arcolat, de amúgy literálisan a régi 20-as -20 méreg hm. arcolatom van most. Hm szorozok Elmegyek Leninbe, beszorozok Teszem a, teszem a, teszem a dolgom Ami van nálam, azt tápaszolom Csak uh, amit látnak az emberek, az a plusz négy, ja, plusz négy év hmm? Plusz négy év Azt arról, amikor alul, alul írtál, hogy, hogy megérted az idősebbeket, hogy az egyetem fontos, de akkor még nem volt drill. <laughs> ami, ami tudod így, é, é, remélem, hogy poénból írtad egy kicsit, de hogy... Szerintem amiatt, persze, hogy... De hogy jót volt, te informatika Te, van, te info és két C1-es angol nyelvűzgával rendelkezem. It's very nice to see you. Geci! <laughs> hát ez csávok szint volt amúgy. Ez egy csávok szint volt. Ez egy olyan poén volt, amit a csávoknál csávoknál még elfogadtam volna. Gucci csapka sokat elárul a drip fontosságára. Na, <laughs> <laughs> de hogy járt a -e? Igen, amúgy. Ja, történt abban, amikor levizsgáztam, ott történt egy fordulópont, mert már igazából ott már és nem fog pontos dolgokat mondani, meg semmi de ö, már mozgolódott egy-két paraszt itt a paraszti körből. Ott a, a, mit Hát, hogy mozgolódott olyan körökbe a paraszt a paraszti körből, ami És ez nem én vagyok, hanem egy másik barátom, uh -huh. hogy a paraszti körből az egyik paraszt mozgódott egy körben, amivel nagyon sok pénzt lehet csinálni. És literálisan, az uh -huh. szemem előtt történt meg ez az egész. És nekem kellett a pénz, és eladtunk egy kocsit, azt akkor izé. Uh -huh. Ott volt nálam egy kis kp., elkezdtem forgatni azt izé, multimillió most lettem. <laughs> De most azt tudod, hogy. Én benne vagyok azért, ebbe várjál, várjál. Tudom, én a szlengeket, meg minden. Szerintem valami illegális dologgal kerestek kurva sok pénzt. És a, az uh -huh. Szemem előtt történt meg ez az egész, és nekem kellett a pénz, és eladtunk egy kocs. A... Kellett a pénz, és eladtak egy kocsit. Loptak egy autót? Ré, ott jó. volt nálam egy kis kápja, elkezdtem forgatni, azt ízé multimilliómos lettem. De most azt tudod, hogy te gyakorlatilag, a, ha ez megjelenik, az adás, nem félsz attól, hogy megnézi egy rendelmi Megnézheti, már, már figyeltek egy hónapot, nem találtok semmit. Nem félsz? Nem. Tudsz olyan esetet, hogy Magyarországon kaptak el reppet, aki hasonlókkal foglalkozott, és most börtönben van? Valószínűleg azért kapták el, hogyha elkapták, mert nem figyelt oda a dolgokra, és mm -hmm. valószínűleg folytatta tovább. Én Aha. igazából én x időben abbajtam, x időben elkezdtem, de x időben abbajtam. Szóval Ez te... kicsit se száz. Hát, iszitek, de arról zenél, hogy osztotta a drogokat, meg hogy drogozik folyamatosan, tehát ezt nem is tagadja le. Csak most már nem osztja őket, ezért vette le a maszkot de amikor még rajta volt a maszk, akkor még a zene mellett is osztotta a drogokat egy ideig, elméletileg, mert ezt mondta is. Mondjuk ki drogdilelkedés miatt hagytad az értelmet? Ő amúgy, ja. Uh -huh. <laughs> Ez így megállja a helyét? <laughs> ja, megjelenhet, lesz ah, Oké. Okay, okay, okay. Mert tesó, liter literálisan ja, de amúgy meg hozzá tudod, még az is, mert én abban nem bíztam, amúgy őszintén megmondom uh -huh. neked. nem bíztam. A zenében? A zenében bíztam inkább. A mert mert berobbant a zene. Én Nem, a drogbizniszben nem bíztam. A zenében bíztam mert berobbant a zene, és akkor én úgy voltam vele, hát én nem fogok a vizsgákat tanulni, hát hagyjatok már faszomba. És akkor én elkezdtem izé a zene, meg a másik csin, azt ja, órogattam. Nagyon sokat beszélsz el a Nagyon-nagyon sokat. Sőt, Tungsogat ha... sokat már. Ha emlékszel, még egyszer rám is sírtál amikor nem, nem mondom most, hogy a, 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 a grasás interjú volt, -e nem vagy sem, Ibi, Ibi, Ibi. Ja, Ibiékkel, igen, hogy... Szóval, hogy, hogy ott a, rám is, nem emlékszem, hogy mit mert az én volt, és a lényeg az, hogy, hogy engem ősztén szóval, és abszolút nem ilyen képmutatás, ö, az szóval nagyon meglebb az meg az, hogy teljesen nyíltan beszélsz legalább hatféle kábítószernek a fogyasztásáról, kereskedéséről, a videóklipjeidben se, se ö, 15. Ózkodt, ö, de közben minden klip elég ott van, hogy ez csak pró, ez az. csak... Hát de érted, azért látom <laughs> így is, egy kacsint a szóval... Így, értelme, hogy így, érted, hogy... Istenem, Most ebből mi az igaz? Mennyire? Ez egy amúgy nagyon jogos kérdés, hogy ezt. Szerintem hány ember kérdez? Szerintem mindenki erre kíváncsi volt kapcsolatban, kurva. Például hogy megkérdezte mindenki, hogy Kecskeméten kiszívott az Alkán 47 nevű hézből, és hogy valaki OG kust is szívott, valaki Gorilla is szívott, valaki hat héterbe vette meg, Aha. valaki rózsaszín is szívott, Aha. valaki, abban nem megyek bele, Ö, mindenki eldönti magának. Uh -huh. Uh -huh te amikor elkezdtél repelni, mert azért az első lemezed a... Amúgy most csak fűfajtákat magyarázott igazából, ez mind fűfajta volt ki az utolsó. most azt hittem, hogy most itt arra akar utalni, hogy ezeket a fűfajtákat mind ő adta el a kecskeméti embereknek, és ez milyen nagy dolog. The Life of Colgate uh -huh. 2020. Ott nagyon más a hangulat, hangod is. Ö... Nekem is úgy tűnt, nem ö... tudom. Mint hogyha kicsit... Ó, nagyon nézem izé utáltam azóta, meg, meg szétbaszódott szerintem a torkom a sok De, de De te... De te... Csóró. Szerintetek több kápszi lesz benne, mint perc? Most ezt már nagyon érdekel. Most körök már végig kell nézni. Meg megmaradom, úgy, ugyanúgy ez az egész dolog, ö, ö, ez az egész dolog ö, ö, elem, elemnek ugye a zenéjében, uh -huh. mert nem tudom azt, ami én vagyok, azt nem tudom kivágni magamból, hogy ezt is meg kell érteni az embereknek, hogy mondjanak egy olyan előadót, aki összefüggően hazudik több éven keresztül, mert hogyha én azt fogom csinálni, akkor akasztatok fel és lőjetek fejbe kajak. Damn, bro! Azt kemény, még soha nem hazudott. Idegileg nem készít ki, hogy emiatt, azért téged, ahogy észrevettem, az ilyen valami drill arcok itthon azért szeretnek bekostolgatni. Tud nagyon, amúgy. De ez nem gondolod, hogy azért is van... Wannabe drill arcok. Hát nem tudom, a legnagyobb wannabe drill arc az szerintem így még mindig a Colgate, to ezt. Te úgy kipakolsz azt arra, amit van, és még azt is mondod magadról, hogy number one magyar drill rapper, annak tartod magad? Ja, aha. Ezt tartod, hogy én ha Drill, az és, holgérzi, első és, és csak azért tartom, mert zeneileg is tudom, hogy én nagyon jó vagyok. És én várom azt, hogy valaki amúgy leelőzőn. Én nem, az, nem úgy vagyok itt amúgy, hogy izé, mm -hmm. jó, ja, csak én vagyok, azt mindenki egyem a mm -hmm. nagyon sok tehetséges ember van amúgy Magyarországon, de most jelen pillanatban zenéleg, amit én a saját kulfőmből, cool meg így, 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 saját magamat kifejlesztettem, abban nekem van szerintem az egyik legbetegebb zeném. És ezt nem is hallottam még senki, mert ezeket még így tartogatom, ezt majd akkor kiadom, amikor lesz rá egy, egy, egy Igazából elégében az időzítés jó lesz, akkor fogom kiadni ezt. Csak azért, hogy a, a nekem kicsit az az érzésem, hogy a, ahogy a trepp is egy picit azt érzem, hogy annyian csinálnak már treppet itthon, hogy kezd el fáradni. A drillnél is azt érzem, hogy annyian kezdtek el drillt is csinálni, hogy mintha az is fáradna el. De nem és... hogy hogy csinálják, amúgy. Na, már mi, mi, a jó drill? Mi a jó drill szerinted? Hmm, az, amit ő csinál. Mi a jó drillnek a, a, az alapja, ahol kezdődik egy jó drill? Hát amúgy Ö, én inkább úgy lehet, hogy így, így, így a zeneileg beszélnék így a dolgokról, nem is feltétlenül drillbe, mert Aha. a legtöbb zenére hogy az a lényeg, tesó, hogy van ez a mágikus erő, uh -huh. akkor meghallasz egy zenét, és kecsi. És, és egyszerűen uh -huh. belemászik a füledbe. Lehet az bármilyen flow, lehet az túnos flow, lehet az mondjuk izé rap, ugye amit a Marci is uh -huh. csinál, egyszerűen csak belemászik a füledbe tesó. Meg az alapból így, ugye kell, meg az, az is vettem a maszkot, mert a személyiségét is meg kéne az embernek ismernie, mert érted most, mi a faszt hallgatsz, hogy egy hülye gyerek arról rep, hogy így ugyanúgy szórnak, azt nem is láttad az arcát. Szóval hát, ki. Mert ilyenkor felmerül bennem az, hogy hát nyilván nem látom az arcát, hát de nem akar börtönbe kerülni, tudod? Ez, ezt mondja az én naiv hát, én nem valós, ezt mondja sem erre, sem mondja. tudod? tudod? De hát, én attól függetlenül, én így gondolkodtam, hogy szerintem amúgy sokkal jobban tud az ember konnektálni, és így veles. És most már tényleg, amúgy, most már így, na, ja, így, 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 ja, nem a szöveg teszi amúgy a drillt, hanem a, 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 a delivery a flow, és az amúgy, hogy, hogy alakítod a répárokat. Mert a drillnek amúgy nagyon más a mint a trepnek. Ott, yes, le van. ott lehet egy hossz hosszabb sor is amúgy egy bár. Vagy, mm. literálisan, nem is tudom most így izébe kifejezni, most ilyen fel. Literálisan. felosztásban ott is úgy van, egy, kettő, három, négy bár, azt akkor ezt kitesz egy izét, vagy nem tudom mi a faszom, egy négy ütem, azt kitesz egy bárt, meg ilyenek. Ö, hanem, 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 Jobban konnak addig, amíg nem láttad az arcát. Én is amúgy. Nem kajak, kajak ott, a drillbe, az, én úgy tudom ezt megfogalmazni, hogy, hogy, hogy az a jó drill, amit benyomsz a kocsiba, azt így, uh -huh. így hallgatott, tudod, és így full kiégsz rajta, mert jó a meg minden. Semmi érdekeset nem mondom úgy se a zenéjéről, se saját magáról. Annyira kibaszott érdektelen és unalmas ez az interjú, rendesen zavarba ejtő. Hülyek. De őt verték szét. Itt a zenéje! Tudtam! most már Én tudod, mi az érdekes, tesó? Na az írtáról egy hosszabb bejegyzést a... Muszáj volt szerintem. És egyébként az érdekes, hogy amennyire szerintem azért elég nyers, és néha már troll vagy Twitteren, ahhoz képest, amit Youtube-on írtál, az egy nagyon normális, nagyon tök, tök tisztességes, kultúrált fogalmazás volt. Ahhoz képest, az hogy anyukámék azokat előjöttek, szerintem. Azt nem, hogy anyukád írta helyette. Na, is nem. Nem, anyukám még ott előjöttek válaszolni. Mi, mi, ez a Bajó, mi, ez a, mi ez az autotón, mi történik most? A Baggio, az literálisan amúgy így becéznek a srácok. Roberto Baggio, vagy Dino mi? Roberto Baggio, de nem a focista után. Volt másik Roberto Baggio is? Képzeld, de van egy focista geci. Ugye a de focista csak? Ja, hát az én vagyok a Roberto Baggio másik. Ah! Literálisan amúgy ezek ilyen komolyabb beállások után jöttek így. És ez nem volna és ja, becézések be 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 is, meg az ilyenek is, most például Csokinak például Edi a neve, ugye Edmilzon És, és a akkor... is volt a kecskövédben, Igen, 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 igen. És akkor Edi, és akkor utána ADK, tudod, így elkezdtünk így üvöltözni egymással, csak bá, ADK, ADGA, ADGA, szépen kialakulnak uh -huh. ezek a becenevek így. Folyton, folyton. Azt a Bajó is így jött, hogy hogy, 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 nekem valahogy az lettem először, hogy, hogy, hogy ugye Csáki, és akkor utána meg így valaki mondta valami, hogy a Milán, vagy, vagy nem tudom hogy Csáki Robi. Aha. És a Robiból jött a Roberto. A, meg a Roberto Bágyó. És akkor Babaggio, és akkor, érted? És ez egy kattog, ami meg se lehet magyarázni őket, csak igazából hülyék vagyunk, azt ennyi. Na jó, figyelj! Legalább őszinte. Azért hívnak fokrémnek, mert a gecimmel mostok fogat. Fokrém, mert a, a gecimmel de a, a, a fogunkat. Nem tudom, nem pontosan idéztem. Azok mostnak, azok mostnak, akik megérdemlik igazából. Ez volt az őstörténete a Kolgét művésznévnek? nem, 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 egyáltalán nem. Amúgy ezt most húztam rám, hogy már legyen már az meg valami értelmes. De amúgy nincs semmi háttere? Hát figyelj, hogy igazából úgy nézett ki ez az egész, nem Értem. esett egyszerűsége beálltam, mint mindig. És poénból csinálta, láttam egy ilyen, uh, azt hiszem, fú, a Supreme pólóra rá volt ö, uh, a Supreme kis izébe. Uh, Beállt, mint mindig. Doboskába tudod a pirosba, hogy Kolgét. Ennyi? Mondják, Ez. hogy ja, a fogkrém, mondják, hogy nem a fogkrém, gyerek, ja, a fogkrém. Ezt legalább így már megegyezték bazd meg, hogy én vagyok a fogkrém, akinek a gecével mossák ezek a fogukat. És uh, igen, és ennyi, ennyi a lényeg hogy ennek a szituációnak, hogy a, a bátyja egy kicsit beszívott, azt uh, így kezdte be producerkedni most a Lilpampékhoz ugye most még fellépni, azt én rajtuk kezdtem el a treppet hallgatni legelőször. Ja igen, azt mondjuk el, hogy el mondani akkor? Nyugodtan. Hogy a, a, Lil Budapesti koncertje előtt uh, is fellép. Ja, mi is ja, Ami... Ja. Beszéltük arról egy kicsit egyébként, hogy azért Lil Pamp se ott van, ahol volt pár éve azért. Á, egyáltalán nem, de ah. remélem a Mólét meg ilyeneket hoz, mert ha nem, akkor mi megbasszuk, de hát ő neki meg majd lesz valami. <laughs> de vá amúgy várod? Én nagyon várom. Te mondom, a gyerek az, az literálisan amúgy egy négy-öt év az egy idol volt, hogy, hogy ő azért azt a fajta mostani, hát nem merem, nem szeretném Kartihoz hasonlítani, mert karti, azért mégiscsak egy másik, más, azért nagyon más liga. Nagyon más világ, tesó, de most, hogyha az liga, liga szerintem, liga. liga. És, az, és hogyha azt nézed, hogy kántálás, akkor hmm. a pumpáig csinálták meg ezt, hogy na kántáljunk akkor Aha. egy dolgot, azt akkor izé. Aha. Az inkóval való bífeteket ezt elég sokan ismerik, öh, nem akarok a túlságosan sokat, öh, de például azt, hogy a Kevin is beszólt neked annak idején a Mischko-Ismanci műsorában. Általában Kevin nem szólt be nekem, hanem ö, általánosítva beszélt. Aha, Akkor az nem neked szólt. Mm, csak általánosítva aha, beszélt. Aha. Csak hát én is ugye egy, egy, akkoriban még egy általán, vagy ott beletartoztam egy ilyen körbe, azt mindenki azt hitte. Mm. Mm -hmm. De megnyitottok mindenkit, rám bármit mondhatnak minden kamu gyerekek. Aha. Ennyi. Az andrew tét is ezt mondta, amúgy, meg a Hörbi is. Tehát, ha én azt mondom magamról, hogy minden kamu, mit állítanak rólam, akkor minden kamu ember, hát most bazd meg. Minden kamu srácok, kész. Proof, itt van. Nézd meg, a tenyeremre van írva. Minden kamu. El lehet tűni, meg lehet nézni a házunk környékén, hogy hogy nézünk ki, hogy élünk. Aha. Szok utána meg amúgy onnantól kezdve bárki mond bármit. Jól élsz? Hát amúgy, ja, amúgy szerintem jól élek. Zeméből? Igen, ja, teljes mértékben, legális. E, mert hogy azt nézem, hogy hogy miatt a figyelem a telepályafutásodat, azért szép, szignifikánsan növekszik a hallgatóid száma, vannak most már milliós videóklipjeid, jók a streaming számaid, szóval az látszik, hogy ez elkezdett sem működni. Uh -huh. ez... Hál' Istennek amúgy áldom az Istent, uh -huh. hogy, hogy, hogy zenéből. Amúgy csak szerintem hasonlít Herbi meg Colgate. Mindkettőjük frontinozott, és kurvára nem értem egy szavát sem, és hogy miről beszél. Pontosan. Sokkal jobbak most a demóim. Aha. Mert aha. ugye az is egy hangszer. Ez így van, igen. És, és, és sokkal. És ott, ott igazából, ott ugye fekvogtam, fölbasztam, és még így sem volt Maxon. De ja, hogy, hogy igazából ö, meg lehet fogadni mindent. Vannak olyan érdekes dolgok amúgy benne. Bár aki aki azt mondja, hogy ez neki nem érzi, hát akkor valószínűleg nem érti. Uh -huh. Azzal nem kell foglalkozni. Most az, aki most emiatt belém fog kötni, akkor legyen neki szerencsés, hogy száz évig. Idéznék megint tőle, jó? Jo? Az Atlanta freestyle -ból. Csupa vér lett a ruhám az eset után, meglátta a gyerek pengém élét, igen, igen, bocs, igen ez, a, ez, az Atlanta a rizikóból meglátta a gyerek pengém élét, beszart, is vissza, az én dolgok levét mindig, mindig is megitta, illetve a Willy wonka is idéznék, végszó ennyi, mert nálam van fegyver, te nagy gangster. Ezek? Kés, késsel, késsel szerettem járkálni. Ezek is tudom, hogy true Persze, de soha engem literálisan akartak már kirabolni négyen, nem sikerült a bácsiknak mert kicsit Aha. balfaszkák, kicsit véznácskák. Ja, hogyha láttam volna valamit, akkor szerintem úgy lábon szúrtam volna, hogy nem sétált volna a köcsököbb. A sávlekötőben azt mondtad, hogy, hogy neked fontos a felelősségvállalás, és persze odafigyelni. De idézlek, Ezt ott, azt adom amúgy már. De a drill nem arról szól, hogy vigyázzatok magatokra, és te nem bíztasz másokat arra, amit te csinálsz. Ez így igaz, teljes mértékben. Viszont amikor te volt Tetini, a, a szonakszózás, a stb. amikről beszéltél, azoknak volt köze ahhoz, hogy az akkori trapzenékbe is ezt reklámozták? Szerintem elég sok, ja. A Lil Peep meg az ilyen Erre teljes mértékben. Mérték ja, a mérték, az az leg... ja, ja, hát igen, és amúgy őszintén nem akarok egy ilyen izé, drogfüggő, only ilyen ö, ilyen szocpédián függő társadalmat megmotiválni arra, hogy azt csinálják, amit mi csinálunk, mert én nekem ha. szerintem ez egy elég fontos feladatunk, hogy, hogy, hogy éljék át, legy legyetek menők azzal, hogy engem hallgattok. Hogy én ez ezekről repülek, majd megéltem, de hát kurvára nem jó dolgok ezek azok, mert literálisan amúgy másfél hónapja tettem le a kólát, és addig tesó... Másfél hónapja letette a kokaint. Fú. Élő pokol volt vágod az agyam. Gatya. Láttam most a kire. <laughs> hogy, hogy egy hete nem, szív nem, szívtam, nem hiszem el, hogy ezt kivírtam. Ja, ja. Ami hasonló volt, fiterem. fűvel, fűvel ja, az fű volt. Ami, néz 22 éves vagy, Nekem azért 22 éves sráctól az egy kicsit durva, hogy az egy hétig nem szívtam föl, az már egy ilyen bocs, de nagy dolog. Hát ja, kicsit durva. Aha. Tehát nagyon sokat szívtam az elmúlt években. Csak azért hoztam az fel mert, mert neked is tudni, hogy vannak tínézser olyan Na, szerintem a legtöbb az amúgy az. Szerinted, amikor, most nézd, mondom, nem áll szentség, csak ezt azért feltettem. Hát igen, mind, igen, egyértelműen arra rappel, ahogy drogozik folyamatosan, és hát ez, ez ő, ez, ez, az ő része, hogy ő drogozik. És hogyha folyamatosan erről reppel, az azért mégis így isteníti ezt az egészet, glorifikálja. Tehát a bátyja literálisan nem mutat jó példát a Teenager rajongóiknak. És elismerte, hogy a legtöbb rajongója Teenager, és még azt is elismerte, hogy ő is a zenéktől kezdett el drogozni, vagyis a zenék azért eléggé szerepet játszottak abban, hogy ő elkezdett kábítószerezni tettem a grasáiknak is, egy csomó ország felteszem ilyenkor, hogy felül az benned, hogy, hogy, esetleg egy, egy lány vagy egy fiú valahol Magyarországon megnézi az új Kolgi klippet, imádja a, a 6000-et, imádja a krót, imádja a stílót, a hangzást, és azt mondja, hogy te ezt a fentanil, ez király hangzik. Hú, Próbáljuk ki. Hú, hát azért kicsit végletebb elmentünk most a fentanillal, de... Nyilván a, most a, leg, a legszélsőségesebb példát hoztam persze, fel. Persze. Csak az, hogy példát vesznek rólad. Csajod a szájár, tíled azt leereszkedett az agyam a fejem, de mérzem a fentanil hatod. Averom nem bíros luka, csak hatod. És aztán... Hú, ez az mondjuk elég kemény. Az lesz a vége, hogy 17 évesen ott lesznek, ahol te voltál 17 évesen. Vagy meghalnak, mondjuk. Hát ne legyenek ott. Vagy, úgy vegyenek rólam példát, hogy Szeressék a családjukat, uh -huh. szeressék a barátaikat, az életüket alapozzák meg jó dolgokkal, jó tettekkel, higgyenek Isten, jó tettekkel, attól függ, a dro drogdiderkedés az jó tett. Be. És szarjanak le mindenkit, aki meg akarja nekik mondani azt, hogy mit csináljanak. Mert azt csináljátok, amit szeretnétek. És ezen felül, meg amit én csináltam, meg amit én éltem meg, az szerintem csak az önkifejezésnek az egyik formája. Mm. Nem akarok ilyen. Hú, uh, most Még? nem mondjam. Mondja! Nem mondjad akarom azt. mondani, amúgy, mert amúgy én, én nem, nem akarok így senkivel rosszba lenni, meg tisztelek mindenkit, de amúgy látok egy-két ilyen irányzatot, tudod, hogy belekényelmesednek az életbe. Mm -hmm. Meg én amúgy pontosan izé. Én, én szerintem nem leszek ilyen, amúgy vágod. Mert attól függetlenül, hogy szeretem a. Szeret, sze szeretem azt nyugodt idilles családi életet, mert ugye én literálisan onnan jövök. Attól függetlenül valószínűleg nekem nem lesz ilyen. Ezt hányszor mondta, amúgy többször mondta, hogy literálisan, mint a drogot szerintem. Életemben idáig is azt építgettem, hogy... valami nulla egy mondja nyomasztó nézni, ahogy ez a pari interjút ad. Nagyon nyomasztó. Hogy ezt a zene, zene dolgot, és hát ebből az évbe ha tetszik, ha nem gyerekek, kibaszott rockstárok vagyunk, mm -hmm. és ezzel nem lehet mit csinálni. Mm -hmm. Ez így működik. És ez, 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 az életmód tesó, ez nem fog egy annyira jó ö, hátteret tenni szerintem majd mögém. Te azt mondod, hogy a, van egy jó látható vége a Colgate karrier? Literálisan számlálót azt elfelejtettem számolni sajnos, de majd valaki úgyis megszámolja szerintem. Meg. Nem. De érted, hogy ezt mondom, hogy, hogy, igazából így is elég vad életet éltünk, rockstar életet éltünk, annyit drogoztunk már, annyit el sem tud képzelni néhány ember literálisan éjszakák mm -hmm. alatt. Mm -hmm. Több so. kólát, tesó. És amúgy nagyon sokan ebben vannak most. Több gram kólát. Fuá. Most a, a zenei partban. Mm -hmm. És mi már ezt már megjártuk, tesó, Mint mm -hmm. hogyha gyerekként elkezdesz, gyerekként majdnem meghalsz benne, és akkor Aha. onnantól kezdve tudattal próbálod tovább csinálni, de nem lehet, mert beleőrülsz. Ja. To, akkor most tisztább életet élsz? Aha, most amúgy literálisan most sem vagyok beállva. Aha. És szerintem úgy ez látszik, a sajós, a izés interjún, a ott nagyon be voltam szívva, meg be voltam kólázva. Na, akkor meg kell nézni azt is, hogy össze tudjuk hasonlítani. A tesikével kezdtem el a zenét, hat éve, dörtivel. Csoki meg egy full random esemény alapján besatlakozott, vágod és elkezdtünk yeah, Alprájtnál stúdiózni. Utána meg minden magától alakult. Hmm, nem tudom, itt amúgy sokkal normálisabbnak hangzik. Mi nagyon szeretjük az útjeleseket, és kurvasokat köszönhetünk a CEO-nak is, viszont... Az öreg ne... slovinak, igen, igen, igen. Amúgy ilyenkor nem gondolod azt, hogy egy kicsit illik megtisztelni az interjú. örülök, de... hogy engem megtisztelsz azzal, hogy jöttél be a műsorba, mondjuk, köszönöm amúgy, szépen. Hát igen, de amúgy literálisan magamat tisztel meg ezzel, mert érted, nem, bírt, valid. nem bírtam ott se kifejezni most úgy magamat, ahogy szeretném. Meg ott más volt, meg ott paranoiás is voltam. Ott egyszerűen, ott, meg ott, amit beszéltünk, hogy, hogy, izé, hogy nem voltunk izé idilles hely, környezetben. Uh -huh. uh, egyszerűen ez, így, ez így jó, én meg így tudom, hogy ez így jobb nekem. Hát szerintem itt a tiszteletet nem azzal kéne megadni, hogy nem porozol mielőtt mész hanem uh, csak alapból így a viselkedés. A KDT amúgy az egy olyan dolog, hogy, hogy ott annyira benne voltam ennek az egész dolognak a, rab, olyan egész dolognak a rabja voltam, hogy uh, nem tudtam máshol reppelni, és nekem kellett egy, kellett egy olyan, hogy, hogy, hogy magamboró reppelek, mert hogy ez, hogy érted, már nem is voltam benne, hogy mi a faszéne, mi a faszé ugye olyan dologról, amiben nem vagyok benne, és inkább a saját életemből akkor ugyanúgy kiemeltem egy oh, másik fajtát. Most már nagyon nem bírom azt, kurva. Ezt lehet, hogy, nem bírom végignézni, srácok. Témát, ami pedig a bulizás, meg az életmódunk, amúgy, ami az is egy kicsit érdekes szituáció egy-két ember számára. Egyrészt két dolgot teszem nagyon tisztel. Az egyik az, hogy végre meg tudom kérdezni, mi a KDT. Kecskeméti Dillerek társasága. Ah, a másik a rizikó, Aha. ami szerint, ami nekem, most akkor be van nekem őszintén, az első olyan Colgate szem volt, amit úgy, úgy felkom a playlistjeimre, yeah. és elkezdtem magamtól is hallgatni. Mit a... Ott látszik, hogy amúgy nagyon sokat játszák ott az ad a része kezdeténél. ott kezdik el hallgatni a számot? Hát vagy oda, vissza. Oda, oda Te ah. az a lényeg, hogy, az a lényeg, hogy a, 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 a nem, nem teszem a a szó. Hát igen, mert a Colgate-nek meg a Csokinak a része az elég szar. az ő részük meg uh, kurva jó a betonnak, meg a pogánynak. Ú, uh, lehet teszem meg, szemtől szembe lenyízenek, azt Persze. Azt érted, hogy én telibe szarom, hogy menjen vannak a bulin, akár menjen vannak a bulinkon, mindig megbasztuk tesó. Mindig. Volt nekünk egy szarabbik és időszakunk, akartunk magunknak kdt túlét csinálni, az alig jöttek el a buliánkra. És tudod, hogy álltunk bele az egészbe? Szarjuk telibe a Aha. faszba. Elmentünk, megbasztuk, beálltunk, hazajöttünk. Aha. Ennyi. Ennyi. Nem kell. És most aki, aki emiatt elme elmegy a sarokba, szerintem oda is való a sarokba. Aha. Én a színpadra teremtem tesó. És bármikor meg kell baszni a színpadon, mindig. Nincs mese. Ez egy nagyon kilépő <laughs> Köszönöm szépen, Köszönöm szépen, hogy itt és hallgassatok meg az élet Igen, Igen, és várjátok, a következő uh, Rage zenéket, mert jó, Rage fogunk sokat. jó, köszönöm, akkor még egyszer. zenék jönnek. Kíváncsi leszek, kíváncsi leszek a Rage zenékra. Több perc volt, mint drog, de nem sokkal. Szóval nyertek a kettes tímben lévő emberek, elnyertitek az egyes tímben lévő emberektől a pénzt. Legszebb öröm a kár öröm, kezdjük azzal. Hát a Lil Pump-nak az előzenekara azaz Colgate, aki, aki a Lil Pump előtt lépett volna föl, hát nem tudott föllépni, mert őrizetben van. És uh, hát, ja, elég kemény. Ezt még, ezt még, nem lehet tudni, hogy mennyit kap, meg ilyesmi. Az azért nem ilyen gyors dolog, de, de ja, amúgy rákbelező, biztos forrás, igen, biztos forrás, több helyről is, több biztos forrásból is tudom, hogy uh, valószínűleg nem az utcán aludt, ma sem, és tegnap. Koncerten is mondták, hogy majd nem sokára jönni fog, de most egy ideig nem lesz. Szerintem nem csak egy ideig nem lesz, hanem elég sokáig nem lesz. Mit csinált? Drogot osztott, bazd meg. Mi, Vágott. arról reppelt amúgy is, hogy mennyit drogoznak meg, milyen sok drogot osztanak. Ja, valószínűleg ezért. Erről fog, hogy pont azt az ember térjen sújtás, aki, akinek helyén van a szíve gyerekek, és már jó útra tér. Szokták mondani, ne a múlttal, de valahol mindenkit a múltja épít fel, és azért az, aki de srácok, ettől lényeg vágod, hogy a bátya most nincs itt, de hamarosan visszajön, basszátok meg, és erősebben, mint valaha, érted? Szia manin, ha elfogyott a manit csak szóljád A ételek százat majd amit lesz majd elszórjád De ami a lényeg hogy a mai streambe kerüljek be Kicsit hamis te vagy a legjobb az egész kerületbe Izé, ki tud jó cigit is a kécském mert kifagytunk